ezért vannak itt ezek a hajók a Tau Volantis bolygó körül. Megpróbálták a marker jelének a forrását megtalálni, a jelölőoszlop jelének a forrását megtalálni, hogy aztán végre felhasználhassák saját maguknak. Vá! Az erőt. Elszakít utam. Dignis nekromorf! Azaz. Hagyjon meg. Hoppa, hoppa, hoppa. Öcsém, ezt a szenvedést. Azt kérhetnéd a picsába. Szenvedést. Hát, meg 200 éves, nézzem neki. Parancsol? Meg 200 évesek ezek. Igen. És ahogy nőnek az évet száma, egyre hangosabban kell üvöltözni, de értem. Hát tudom, csak új a törés, kis hátfeles. Ez az ajtó nem volt eddig nyitva? Áháhá! Energiagócok. Pusztán. Meg minden jóféle. Nem tudom a góc, de egy másik. Vadászpuska! Shotgun! Az jóféle. Azt kell, ezt is mondtuk pontani. Ezt meg kell alkotni mindenképpen. Ja. Dekálni egy két centeredást. Wartnerre párakozás. Niki! Mi az, ticije van? Úristen! Hello! Hello! Ez beszélsz, faj, nő. Just tell him what we found. Of course. We found a little maintenance craft. A skiff. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outermost ships. Here, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. De üvöltön a szegény. We'll get the shuttle first and decide what to do. Innen úgy ez kint a fogdosnáda. Ó, igen. Ez szexuális zaklatás, Ramirez. Panda. Szexuális zaklatás Ramirez. Na, matassunk egy kicsikét itt a Bencsinél. Vadászpuska. Nem, nem tudom megépíteni, mert nincs elég vackom hozzá. Hát persze, majd itt van nekem a játék, szóval a tárnövelés. A shotgun miatt a vadászpuska? Hát, mert vadászni lehet vele. Lel. És mi eredtek el a shotgunhoz? Kompat kéne. Jó, ez annyi a fejtörös. Rendi, csak én meg vagyok, nyugodtan matassál csak. Mindegy, majd ilyen később. Egy kicsit. Egy pillantást nézzünk még fel, de nem tudom, hogy újra lepakolja a játék a dobozokat, amiben vannak nyersanyagok. Itt úgy néz ki, nem? Na, közben annyi történt, hogy valahogy el kéne jutnunk a flottában még épségben lévő hajókra. Többek között a Terra Novára, ahol van egy még jó állapotban lévő komp, amivel le tudnánk jutni a bolygó felszínére. És egy kis személyi hajót találtuk itt a társaink, amit tudnánk arra használni, hogy a többi nagy hajó között közlekedjünk. Na és így fogunk egy kicsikét nagyobb bejárató terephez jutni, ami nagyon jó pofa ebben a játékban. Ó, ruhafülke! Lehet átöltözni! Itt mi? Tanúruha feloldva, első kapcsolatruha feloldva, Dead Space legendák ruhaszett feloldva. Na és itt lehet fejlesztenünk a ruháinknak a tulajdonságait, és ide is különböző nyersanyagokat kell majd használnunk. Stázis, kinézis, mindent. És ebben a játékban, hogyha váltogatjuk a ruháinkat, akkor az tudom, már semmilyen statisztikai változást nem fog előidézni, csak máshogy nézünk ki. Azt hiszem, na nézzük csak, most egy EVA ruhánk van, ugye alapból rajtunk. Egy könnyű űrruha, amelyet arra terveztek, hogy megvédje viselőjét a folyamatos sugárzástól, jellemzően a magánszektor hajómentői hordják. Ezt a ruhát a limitált kiadással kaptam, mikor megvettem, a tanúruha.
Egy szigetelt, graffitivel borított ruha, melyet a SCAF ásatási csapat viselt, akiket a Talóolantis legsötétebb titkának feltárására küldtek. Első kapcsolatruha, a SCAF által készített egyedi EVA ruha az idegenekkel való találkozáshoz. A rikító aranyozott kidolgozás védelmet biztosít a hosszabb űrben tartózkodáskor. Illetve mérnöki ruha. A mérnöki ruha egy klasszikus CEC uniform is, melyet a Lödöde USG Ishimura bányász és mérnöki személyzete viselt. Az első ruhák egyike volt, melyekbe az EIK biojel monitorozó rendszert integrálták. Na felveszem most elsősorban ezt a első kapcsolatruhát, úgy fogok kinézni, mint egy aranybogár, mindjárt meglátjátok. Ami tök vicces az az, hogy Carvernek külön ruhái vannak a játékban, nem mindegyik ugyanúgy néz ki, mint Isaac-é. Ó, de jól nézek ki. Úgy én be. Gold member! Én vagyok aranyszerszám. Most inkább nem mondom ki, hogy miért hasadol ruha valamire. Micsoda? Mondom, érted... Isaac és aranyruha. Tehát ez a... I'm rich bitch. Te bastard. Igen. Te nem akarsz ruhát váltani? Egy lehet csak itt. Te bastard. Nézzük, elbasszoljuk, megvan, legacy, N7-es, N7-es. Ó, igen, hogyha van esetleg a régebbi Mass Effect PC játékból mentésetek, akkor kaptok egy N7-es ruhát is a játékba. Nekem a Easy Death Space 2-ben a Security szólítva meg, ami volt a enemiknek. Jaj, tényleg. Epic zene. Optobots, rolling out. Ez elég fájdalmas átöltözés lehet. Na tessék, N7, Mass Effect-es ruha. Yeah! És ez úgy néz ki, ugyebár, mint a biztonsági ruha a Death Space 2-ből, csak át van dizájnolva. Én maradok a alapnak. Az, hogy beleszem. Majd én is megmutatom még a további két ruhát a nézőknek. Mert ez a aranyi V-ruha szerintem undorítóan néz ki, neked nagyon nem tetszik. Igen, ez ott a fővárok, hogy ízzem a korlátozásnak. Bár ebben az a király, hogy amikor kimész az űrbe, akkor egy másik vízor ereszkedik le a sisakomra. De akkor vannak speciális egy-két uranak. Hát csak külsőleg nézek ki máshogy igazából, tehát a képességei nem lesznek másak, mint a Dead Space 2-ben például. Ruhaváltás, nézzük meg a tanú ruhát. Pedig a segge, ilyen fehér. Hogy néz ki? Hát hogy kihangsúlyozza, hogy nekem van seggem azért. Szerintem a Kevinnek az alapról nagyon jó. Na ez a tanú ruha. Tele vagyok rajzolva mindenféle fassággal. Ilyen kúdus az érdekel ebben. Kicsit igen. Mondjuk a Death Space 2-ben neked meg volt az a speciális ruha? Egy győzőben? Melyik speciális ruhára gondolsz? Amilyen fekete piros volt, és rajta voltak ilyen rúna gyerek voltak alta. Nem emlékszem rá. Gratulok. Bocs, csak bejövök ide, hogy a nézők kicsit jobban lássák a fényben. Megvilágítanak. Ez azért elég jól néz ki, ez a rúnaci basszus. Ez konkrétan a lent a bolygón használatos fagyálló ruhának egy átszkinezett verziója. Nagyon király. Tele vagyok olyan rúna jelekkel, amiket azok az emberek firkáltak össze-vissza, akit először leküldtek a Tau Volantis legmélyebb bugyraiba, és beleőrültek a látványba. Na de én felveszem a mérnöki ruhámat, ami Isaacnek a legesleg legendásabb ruhája. Ja, az ilyen retro. És utána megyünk is tovább, mit szólsz, Erik? Betelek. Divat bemutató vége. Hát elmények vannak jó, lesz benne egy ilyen militári kamorruha, meg ilyesmire. Ez csak a végén. Jó van. Na, mérnöki egyenruha. Yeah! Retro. Hello. Are you contacting me on a private channel? Norton most hív minket egy privát csatornán. We're taking sides now? Igen. Ugye most Eli miatt hív minket. Nem hallom. Azért, mert csak minket hív. Csak engem, csak Isaac-et. Köcsög. Hát
I guess. I get it. You think you and her. Yeah, we'll forget it. She's over it. All right. Bocs. Na jó, van, menjünk innen. Teljesen retróban nyomom. Plazma vágó, meg mérnöki ruha. Igen. Na, megyünk ki, megnézzük magunknak ezt az úgynevezett szöcskét, amit uh-huh. tudunk közlekedni a hajó között. Mondjuk ez a felezet, hogy jó ott volt az a kop beakni. Így van. Oh. Wap! Jííííí! Na és hogyha ilyenkor... Oho. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Na, kaptunk egy mellékküldetést. Fel kell fedeznünk a Greeley nevű hajót. És ez a kis hajó, amiről most szó volt. Itt is fel tudjuk tölteni az oxigénünket. Te merre vagy? Stark úr? Jövök, oda meg ki? Hol vagy? Á, ott vagy. Hui! Igen. Ó, tényleg, ha már itt vagyunk, várjunk egy picikét. A hajóroncsokon találunk majd ilyen megjelenéseket, ahonnan oxigént tudunk kirobbantani belőlük, vagy pedig cuccokat, felszereléseket. Egy kicsit, Erik, gyerünk, menjünk egy picikét erre. Nem akarok oxigén? Én most nem kérek, köszönöm. A szemed is eredik valahol. Igen, igen, ott a távolban. Csak előbb agyon kell lőnünk ezeket. Jó, igen, csak fájdalmasak. Ó, és közben nekromorfok is a kurva életbe belerohantam. Ó, oh, köszönöm! Ugye halljuk ezt a fura hangot most ismétlődni itt a háttérben. Ezzel egyelőre nem tudunk mit kezdeni. Majd később fogunk csak tudni. Nézzük csak, rendszer, nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy fedezel. Na nézzük csak, itt van három, hogy is mondjam, ilyen hangárajtó. A három közül egyikben lesz egy fegyverfejlesztés. Ja, csak ha sérni kell őket elpadosni, mert kimegy a... Kiszippantja a vákum. Aha, ebben csak felszerelések voltak, azt hiszem. Ja, más nem volt. Ezzel vittem ezt a szorúpirányba, aztán üdvöztem egy pár percig, elvittem az ott. Ebben is csak felszerelés van? Kraftanyag van benne. Kraftanyag, így van. Na viszont itt akkor van egy harmadik. Ott van! Hájamos a cipő. Hú, elpattant a gecibe, mert belelőttél. Ó, megvan. Mi ez? Diffrakciós gyűrű. Egészségünkre. Diffrakciós gyűrű. És itt mi van? Felvezető, oké. Okay. Hűha, nekem kell lassan oxigén. Á, pont ott van a távolban egy. Ez mire jó ez a szatellit? Ja, abból majd kell lootolnunk dolgokat. Később, a sztori során. A szatellitekből. Ja. Ide az oxigéntartály, nagyon jó. Erik, ha neked is kell oxigén, akkor itt egy kicsikét feljebb van. Nagyon van, még lőnyeket. Miért csak itt van? Ja, oxigén. Elég hihetetlenül néz ki ez a hely. Oké, ez volt az a gyűjthető cucc, amit össze kellett szednünk. Ha gondolod, akkor mehetünk tovább. Mehetünk. Most el kell jutnunk ahhoz a úgynevezett szöcskéhez. Szöcsk. De ha már arra megyünk, akkor kirámoljuk itt a hajó többi részét is. Csak kicsit bepusztam a ruhába, aztán meg ja, bepusztálom, ja, értem. Sietni kell, megfulladsz a szarszakban. Értem? Az a takó az milyen. Takó, burító. Igen. De az a látmány, hogy nem ebetelni. Gyönyörű szép. Így van. Megvilágítja a csillag. A napjáratok össze.
Még egy kis craft anyag, síte veled. Merre is kell menni? Köbben ez nincsen, hogy eldugott tudsz. Arra kell menni. Akarsz te vezetni, vagy én vezessek? Ő vezesse. Oké. Okay. Ugye a ketten vagyunk, akkor a egyikünk be tud ülni hátsó ülésbe. De most én leszek a pilóta. Te vagy a főszereplő, tudod? Én vagyok a mérnök. Hú, de messze vagy. Ja, bevallom, eltévedtem. Lokátort nyomj el. Zseniális. Zseniális. Addig elolvasom, mi a feladatunk, amíg eddig ideér. Menj a Terranovára. A hajó, amit kerestünk, a Krauser, a Terranova nevű hatalmas tömeghajtó belsejében van. Úgy látszik, a Rónak energiájának helyreállításával a hajóra egy szöcske szállító hálózati eladó rendszerei is aktiválódtak. Ezzel talán közlekedni tudok a hajók között, úgyhogy nem megyünk aknákba. Választható küldetések. Fedezd fel a Grillit. Egy titkosított üzenetet kezdett fogni az EIK-nk. Úgy tűnik, a CMS Grilli fedélzetéről sugározzák. Az elhagyott hajóról, egyik SCAF hajójáról, mikor lesz a lehetősége, megnézhetném. Wow! Szegény, de egy darab szar úgy repülsz itt. Na, beszállás! Kihúztak a vészből. Szólj, ha bent vagy. Nekem helyi kell válja. Bent vagyok, mehetünk. Bent vagy? Oké, ugye most a Rónaknál vagyunk. Ott a Brusilov. Menjünk el először a Grillire. Igen. Igen, mert itt nem lehetne elmenni máshol, mert aztán meg is van zárva fele. Igen, a Brusilovra akkor tudunk csak felmenni, hogyha kooperatívba játszunk. Amit hamarosan arra is sor kerítünk. Navlink, aktív típus, módosított fényfregat. Álnév, agytröszt. De még ez pont az a játékban, hogy együtt is figyelt vinni, nagyon jó a játék, de a kóba... Így van. Az a... Még egy játék, a kóprot meghancsátok, tudjátok. Nagyon jó lett a kóp része a Dead Space-nek, a hármasnak. Na, menjünk! Ki kiszállt? B gomb. Ja. És nézzük, itt az alsó roncsokat nézzük meg. Elvileg itt van egy rejtett ajtó. Ez a zene, úristen, de jó. Dead Space-nél kíváncsi ezek. Visszamennyi a kibaszott szellőződbe, meg, van még egy. Meg a hülye haverod is. Csodálatos. Na, talán ennél a felénél, vagy a másik felénél van egy ajtó, ahol be tudunk menni. Nem nézem a másikat. Oké, és... Itt van, itt van. Megtaláltam. Itt van, mi? Fejjel lefelé le lehet szállni, és ott van levegő is, hogyha akarod. Ó, igen, ilyen hatalmas nagy lootládákat is ki lehet nyitni a játékban. Rengeteg érdekes felszerelés van benne, plusz itt van egy artifakt is. Meg is nézem. Személyes napló, Laura Engstorm. Mikor a független kolóniák felkértek erre a projektre, elhitették velem, hogy szabad kiárást és forrásokat kapunk. Mindent, csak azt nem. Mahad emberei vannak mindenhol. Gyakorlatilag minden légzsilipnél és minden sarkon igazolványt és engedélyeket kérnek. Nem tudom, hogy szándékosan vagy véletlen nehezítik az életünket, de bárhogy is beszélni fogok Mahaddal vagy másokkal. Mindezek ellenére nem bizonyultunk teljesen haszontalannak. Ma tudtuk nézni az egyik példányt, amit a bolygóról hoztak fel. Megerősítettük, hogy valóban szerves illet van a jégbe zárva. Az előzetes tesztek alapján valószínűleg már több millió éve ott van. Holnap felboncoljuk, és úgy tudom, sokkal-sokkal több ilyen van lent a bolygón. Na, valamit találtak. Amit felvettünk, fegyver upgrade, az ami impact növeli. Gyere, nyissuk ki a tárolót. Ketten kellünk hozzá. Itt rengeteg jó cucc van. Fegyverkeretek. Igen, aztán random, hogy olyan ilyesem van. Igen. Upgrade. Hoppa. Minden. Kaptam egy kompaktet. Jó, mert van egy csomó ilyen eszközöd, és lehet ezeket adni craft anyagba. Így van. Is. Na, menjünk tovább. Ne izguljál! Jól van. Meghajtásos. Az ám. Kinalá az a...
Itt van a Greely. Jó, eltévedtem én. Egy bazd nagy hajót kell keresni, Erik. Hát téged nem láttam. Hard to fucking miss. Jó van, de hát... Jó van, nagy, hogy nem láttam. Itt lesznek kecsegek is. Jönnek már kecsegek? Á, itt vannak. Mindig vannak egy gyögelyek meg. Igen, kecsek kettő. Wow! Oké. Okay. Erik agyon. Wow, még egy! Wow. Azaz. Tessék elpusztulni. Na jó van. Finomkodok én itt a plazmavágóval. Hát szerintem a plazma csak később jó. Upgrade-eket. Ami látszik a játék most nagyon tett rá nagy hangsúlyt a kart fegyverek engem. Így van. Mert nem működik a bevált technika. Na gyere, menjünk befelé. Megkapunk. Yeah! Depressurizing. Királyság. Ah, bekapcsol a fejvilágítás. Hey Santos, I made it inside the Greely. Any luck with that encrypted message? No, but if you can find the source, maybe we can find a way to decrypt it. Roger that. Szekrények? Isaac out. Na igen, a Greely fedélzetéről egy rejtett üzenetet sugároznak. Erik, itt egy fegyverfejlesztés. Látom, meg egy zsak is. Szóval meg kell találnunk a forrását ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mi is lehet ez az üzenet, és én elkezdek lefele menni. Ha jól láttam, te vetted fel, és megkaptam. Ó, igen, igen, a társunk is megkapja ilyenkor, hogyha valamelyikünk hamarabb megtalálja. Akkor izgalmakat hallok. Ja, a zene is beindult. Igen, a szellőző mozog. Ugye hátra. Lesz a szarok, hogy lőlek, hát jó. Wow! Na majdnem azt mondtam, hogy zombi. Pedig tudom, hogy nem az! Azaz! Hup! A hányós! Jönnek a hányós ellenfelek. Öngyilkos ellenfelek. Hú, basszus! Santos. Looks like parts of the ship are sealed off. Lehet. Not sure. If I can get the power on, I may be able to lift the security lockdown. Hold on. Állítsd vissza az áramot és old fel az áramot. Jó megmondta. Aktíva? Jaj, tényleg. Forgókarok az új ilyen gyűjtögethető vackok a játékban, amikkel régi ajtókat lehet kinyitni. Ja, igen, valami volt, emlékeztem ennél. Igen, forgókarok. Hogy véletlenül se halljuk, hogy megérkeznek. Igen, de... Úgy tudom, hogy bedesz van. Igen, forgókarokat majd találunk a játék során, vagy vásárolni tudunk már. Kaptam is lett. Amit érdemelt finni magad egyet minimum, ugye mint a golcból kettőbe. Így van, kibaszott forgókarok. Azok az úgy gyűjthető tárgyak. Eddig van valami. Itt kell a közelbe, hogy nincs rajta. Ez a forgás pohár. Rendítsek, itt is van egy doboz. Ez az ajtó zárva van. Zene. Igen, ez a zene, basszus. Ez a vészjósló zene. Nem megyek. Oké, mindjárt jövök én is. Jó, igen, az áramellátást kell helyrehozni. Van loot. Bocs, dagadt vagyok. Kell a hely. Á, ne! Á, Izsák. Pakolt ki a polcot. Szekrényt. Te vagy az engine-e. Ó, igen, én vagyok a mérnök, várja. Nekem kell ezt a kart a megfelelő irányba eltekernem. Rajta vagyok! Csak neked van intelligent autó. És fedezzük magunkat.
Mert ez hangos volt. De talán nincs veszély. A szippantó beindult. Na, talán nincs veszély. Santos, power's on. I see it. The lockdown is originating from the radio room. Jó van. Azaz! Égyni! A buminek azt mondom a feje gyengé, ugye? Még egyszer? A davatnak a feje a gyengé. Azt hiszem, igen. Hogyha most visszamegyünk, akkor talán működni fog most a munkapad. De várjál! Ez volt? Energiaellátás hiba. Akkor erre nem tudunk menni. Akkor muszáj tovább menni, és majd később visszajövünk ide. Igen, ha jól emlékszem, vagyok, hogy ami félig megnyílik, majd később chapterbe megnyílik teljesen, tehát ilyen harmad le rajta. I found the radio room. Just give me a minute to release this lockdown. Cuccocskák. Oké, megvan a rádiószoba. FPS lag. Itt vannak a falakon felszerelések, pakoljuk ki. Holttestek. Oké. Találtam amit. Ja igen, a biztosíték szekrénybe kapcsolgatni kell a energiaellátást megfelelően. Kérlek. De ugye én vagyok a mérnök, szóval csak én értek ehhez. Gombok, csak gombok, jó. Na jó van, gombok. Jó, nem értek a munkámhoz, kus legyen. Tökéletes. Wonderful. És most meghallgathatjuk az üzenetet. Igen, amikor reménytelenné vált a bolygón a helyzet, akkor a admirális, az a parancsnok elrendelte azt, hogy mindenkit ki kell nyírni és nem maradhat túlélő. Hogy miért, azt később megtudjuk, nem fogok ennyire előre rohanni most a sztoriban. Hát egy bűnös katonaság ez a hülyeség. A lényeg az volt, hogy nem tudták a jelölőoszlopot, amit találtak az irányítás skalában, és elszabadult a lent a nekromorf fertőzés. És hogy ez ne juthasson vissza a földre, ezért a tábornok elrendelte azt, hogy mindenkit ki kell végezni, a járműveket szabotálni kell, hogy semmi ne juthasson vissza a földre, véletlenül se. És ezért vadázták le egymást! Menjünk el az előző Dori! A végül is érdekel a gondolata. Csak a küldetés is hülyeség. Köszönöm! Hát éjkok! Nem bírok mozogni! Levem akarod! Köszönöm! Jó van! Működik a munkapad! Jó, azért remélem, hogy ezt a meccsek. Mit csinálsz? A Republic Commandot. Ó, a folytatás, ebben jó lenne. Ilyen kópa, ne is mondd. Könyvet olvastam, hát oda is voltam, voltam tőle. Gondolom. Nem. Egy eszközt hoz létre, mely hátra löki az ellenségeket. Diffrakciós gyűrű. Kompakt szabványos keret. Abbázz meg! Kompakt szabványos keret. Szabványos csöcső. Tesla mag.
Nem találtam új cuccokat. Furi. Hát jó van. Miért a shotgunhoz? Apropó, tényleg. Te ne pozd ma. Hú, meg tudnám építeni a vadászpuskát. Hát fuck. De nekem ez egyelőre tök jó, amikkel most vagyok, köszönöm szépen. Aha, ide lentre kéne majd mennünk. Majd. Jó, hogy tényleg tudok készíteni ilyen kallantyút. Bízom benne. Tárgyak készítése. Nem tudok forgókart építeni, mert nincs elég wolframom. Ha akarsz, tudsz előtte kaptani szkópot, fegyvere, meg ammo szipet, és főszpontja az ammót. Ah. Viszont nem egyemes, mert nyersanyag pazarlás. Most én jösszöbe. Igen, igen. Most muci vagyok. Na mindig bízom benne, hogy hamarosan lesz még több wolfram. És akkor tudom készíteni. Szóval mehetünk. Viszont várjál, valamelyik ajtó nem tudott kinyílni, azt hiszem. Mielőtt. Például ez, aha, gyere, Erik, itt van fejlesztés. Energiagócok, ide bent. Itt a WC-ben. Na, itt meg kell menni bőte. Igen, lehet hülyeség volt most erre a hajóra jönni először. Ugye most halljuk ezeket a furcsa hangokat. Hogyha később megszerzünk valamit, akkor le tudunk ide rakni valamit. Hát végül is nem olyan nagy veszteség. Nem akarom még spoilerezni. Spoilerezni. Már én felszedtem még egy fegyverfejlesztést. Meg csináltam egy kis pisztolyt. Plusz egy sebzés, plusz egy tár. Oké, akkor a maradékot pedig berakom ebbe. Csodálatos. Enikin, gyorsan hozok magamnak innivalót, egy fél pillanat is jövök. Hagyjátok. No, itt is vagyok, drága barátom. Nem értem a Mika shotgunhoz. Bocsánat. Köszi. Igen, amíg elmentem mosdóba és semmi WC-n voltam, arra gondoltam, hogy jó lenne a shotgun. Ki tudom kraftolni egy bal shotgun, de az kicsit elállva. Én ki is kraftolom. Egyszer élünk, legalábbis amíg a mentett állást tart. Jó van. Yes. Ide a shotti mal. Oda rakjuk először a plazma vágó helyére. Re. Én ezt a fegyvert szétszedem, mert fuck it. Nézzük csak, nehéz szabványos keret. Mhm. Igen. A tetejére shotit szeretnék. Nem, géppuskát szeretnék. Az aljára shotit szeretnék. Lejön a shoti az elsődleges. Erik, nem tudom, mit csináljak. Hát... akkor csak közelre lesz aktívabb. Hát messze is tudsz lenni. Persze. Hát inkább lejön az alja. Shotgun. Egy kis gázbetőnek jó az. Hát ez nem gránátvető. Lel. What are you talking about? Jó, hát... a tódóra érted ezt a... a tórára te tórút. Viszont az fontos, hogy a shotgun gyorsan lőjön, és gyorsan újra lehessen tölteni. Ez fontos. Nagyon jó. Meglátjuk, hogy ez így most mennyire lesz jó. Rendítsek, plazmavágó.
Oké, Erikem, hogy állsz? Én nem vagyok. Én is készen vagyok. Megálltam a nyugdíjkás a söki kaptót. Experience learning. Csodálatos. Csatom, hogy kezdtem, viszont a szállítom, minden fasztak, hogy fegyül, akkor lehet egy fegyvel is. Genes. Hú, baszki! Ó, Csini! Az enyém ilyen? Hát ez is shotgun, csak ezen Tesla shotgun. Tesla shoti. Na jó van, menjünk tovább. Imád ezt a hullákat. Úgy lehet tolni. De jól nézünk ki. Ó, itt lehet csípúj. Várjál, idehozom a dobozokat, hogy gyorsan kirámoljuk őket. Ez van, mesélsz, vannak később. Jönnek! Hogy? Gyorsan keressünk egy fedezhető terepet. Azaz! Gyönyörű az a fegyverőink. Vigyázz! Szembe! Ketten is vannak ott. Azaz. Mi ez ilyen precíziósan lő a tiéd? Gyönyörű. Azaz. Ez is aztán ahol. Báá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 á
Igen. Egy random. Tessék. Véletlen szűrűen... Ó, köszönöm. Véletlen szűrűen generátoros szindulatú élőlény. Más is ezek a dolgok, vagy majd a játék elmeséli. Egy micsoda, mi? Hát ugye ezek a... Ja, hogy ezek a felszületett dolgok micsodák. Az imént, amit találtunk egy leletet ugyebár, az mesélt arról, hogy a jégbe különbözőféle fajta létformák voltak belefogyva, amik lehet, több millió évesek, és erre a hajóra hozták fel őket, hogy felvonzolhassák őket, és megnézhessék, hogy milyen eredetűek, és tanulhassanak belőle. Na, ezeknek a maradványait látjuk most itt. Túl felesztes. Igen. Artifact, bocs. Lelet? Ó, akkor el is olvasom. Megkaptam én is. Személyes napló, Laura Engstorm. A fagyott példányok lélegzetelállítóak. A fiziológiájuk nem nagyon különbözik a miénktől, tágabb értelemben véve. Hatalmasak, már-már fenségesek. Taréjos fejük egyaránt rémisztő és gyönyörű. Dr. Serranon gyanítja, hogy több millióan lehetnek odalent a jégben a jelölő oszlopok között. Kik voltak ezek a nemes teremtők? Miért építették a jelölő oszlopokat? Ők felelősök a földi fekete jelölő oszlopért? Mi célból? Úgy hiszem, mindegyikre választ kapunk ezen a fagyott bolygón. Na, a lényeg az, hogy nem ezek a lények készítették a jelölő oszlopokat, ők is csupán megtalálták őket. És így van, ők azon munkálkodtak, hogy megállítsák a jelölő oszlopok terjedését, csak hát félig meddig sikerült nekik. De ja, később... Igen? Mondd csak. Ja, semmi. Mond, bátran mond. Ja, ezek úgy jártak, mint mondjuk a második részben az egész kolónia, ugye? Igen. Azt hitték, hogy fasz energia, meg minden, aztán hát... No. Igen, aztán rájöttek, hogy az annyira mégsem király, próbáltak megállítani, fél év meddig sikerült is nekik. De ez később kiderül, igen, talpacska. Később kiderül, hogy meddig is sikerült ez a félig meddig dolog. De a lényeg az, hogy kitaláltak valamit. Fúj! 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 Undorító! Fúj! Fúj! Ja, fekli! Fúj! Undorító. Közben ügyeljünk, mert lehet, hogy itt is vannak ám felszedhető tárgyak. Talán. Valami jön, valami van. Azaz. Gyönyörűen mellé lőttem. Megálltam felőd. Csodálatos. Akkor hát erre tovább. Tároló egység 2. Az én császom volt, a sötét volt, akkor nem kérdezni. Hogy tudtam, hogy egy tárolónál jön egy ilyen... Azaz. Milyen szaka lehet? Na, jobbulást. Lőszer!
Jól van. Robozkát ide hozom magukhoz. Hogy néz ki az a hely, basszus? Gyönyörű. És a háttérben közben megállás nélkül szól ez az üzenet. Ójaj, ójaj! Ezek a kis görcsök. Ebben is van fejlődött épős? Vannak, igen, de ezek nem azok. Nyomva tart. Mondom, nyomva tart. Igen, köszönöm. Van ez a workbench. Nyitom az ajtót. Kell a workbench? Nekem most nem. Pakoljon, van valami. Akkor pakolj ki nyugodtan, hogyha van valami, ami akadályoz. Semmi. Én most meg vagyok. Igen, az nem fejlesztés, hanem artifact. Jó. Ez anyám. Stupid Derek. Oh yeah! Ez ilyen aréna harc. Igen. Ja, ezek a kis görcsök, tudod mit csinálnak ám? Belemásztak a holtestekbe. Igen, belemásztak a holtestekbe és feltámasztják őket. Azért találom szét őket gyorsan. Ott egy dobocka. Mert álltam pajzsot. Én meg egy dobockát. Ja, visszakom így. Köszönöm. Mindjárt le kéne állnia. Így, így. Ó! Ez nem jó, ugye? Itt is nagy fegyverfejlesztés. Electric charge. Ez jó. Aha. Stázisra volnál kedves kinyitni ezt a vackot? Azt adni. Itt közben nyisd ki. Megvan. Oké, bezárhatod. Amit Eli mondott. Ez nem Eli. Ja. Ez nem Eli volt. Akkor Eli-re hasonlító hangú műszerek. Valóban. Oké, kis dögök. Azaz! Csodás! Elfogytak szerintem. Megvan a kulcskártya, amivel ki tudjuk nyitni az ajtót. Az űrhajó. Császári! Gyönyörű időzítés! Gyere be, hozd a Riot Shieldet. Na. Eltűnt? Oh. Megette az ajtó. Megette az ajtó a rohampajzsot. Jó, óvatosan. Gravitációs torzulások a padlóból. Egy fájdalmas tud lenni. Vicces, amikor a nekromorfok belerohannak. Hát ez jó a lökősokban. Az biztos. Na. Mehetünk felfelé. Na, Szandor? Aki aréna harc lesz itt egy kicsike. Nézek hátra. Azaz! Azaz! Ez eddig jó! Jaj! Azaz! Köszönöm! Zsizsák volt a patronak elé. Kell neki az izsák majonéz? Wow! Júj! Júj! Szállj messze, szállj magasra! Szállj el, kis közel! Azaz! Most esetleg a húgyra!
Mirább. Nekem véletlenül volt egy kis FPS lagom, és szanaszét darálódott egy holttestre. Jaj, de jó volt. Na, mehetünk? Menjünk innen, mert rohadt hangos az a hely. Oké, hát... Atyaik! Jó vagy? Amit? Pont itt vettem a rohadt. Mi most is szellőzzük, mert letállunk ám. Azaz, shotgun power! Megölj meg! Micsoda? Mi történt veled? Hát én fölvettem a gaincnek a masztaját. Nem baj, azonnal újra kezdhetjük. Jó, az újra. Hadd jöjjenek! Csapkodsz a levegőbe. Atya világ, hogy néznek ezek ki? Vigyázz fel, nézd, mi az egyik robbanós. Hagyj geci, utána vele. Rohadt sokan jönnek. Oké, elfogytak. Az izi föltelni ilyen jobb sorba egy kis támlát, hogy nem tudom, hogy nem jöttem. Áááá, hülyeség. Hát ez nem az egész. Tehát nekem az ilyen egyszerű dolog, hogy talán egy ekkora objektumot nehéz. De tényleg. Ez nem megy. Enni fog az. Elektromos töltés. Nem, hát ezért megeszem a fegyelm, mint tervezek. Akkor majd itt lesz, hogy nem más. Oké. Felbizonyozott lövedékek, melyek kisméretű elektromos sebzést okoznak. Nagyon jó. Csodálatos. Kaptunk egy kis fejlesztést a fegyverünkhöz. Te tudsz esetleg ilyen kallantyút kraftolni? A rejtett ajtóhoz? Elmézem. Kérlek szépen. Nekem ez még nem megy. Szerintem, de mindjárt meglesem én is, mert ezt elfelejtettem megnézni. Craft item... kell hozzá még 10 tungsten. De adott neked 2 tungstent, jó? Neked van 10 darabot? Nekem van 16 darabom és 4 darab kell hozzá. Akkor várj, vissza kell mennem az asztalhoz. Fuck it. Akkor várom. Nem engedt, hogy adjak. De megnézzük azt, hogy eladok. Hát most ad nekem, mert most jöttem vissza az asztalhoz. Szóval most ja, próbáld meg. Mondjuk rögbus. Nem, bocs, úgy engedi, hogy úgy kaptam, hogy egyből szákapod meg. Igen. Picsába. Nem, vagy... Valahogy pedig lehet. Lehet, csak kell az a nyersanyag. De várjál, valahogy lehet forráscsomagot... Ja, persze. Ilyen köcsök fejadagpontokkal lehet forráscsomagokat venni, de ugye nincs. De nem baj, hogyha a Terra Nováról meg tudjuk szerezni azt a kis droidot, ami tud nekünk eszközöket keresni, akkor később tudunk kraftolni és vissza tudunk ide jönni még. Spoiler. Hát most sajnálom. De mondjuk szerintem a nézők 9%-a tudja, úgyhogy... Lehetséges amúgy, igen. Amilyen régóta rágják már ezért a vigyázásra a fülemet, lehet, hogy már kap vizsgálják, hogy lesz egy kis ártuditú, aki cuccokat keres nekünk. Amúgy nem kizárt, hogy később itt a hajón még találunk Wolframot, szóval... Ami Tungstennek ír neked a játék, az nekem Wolfram. Ja, tényleg neked nézi. Nekem magyarítva van a játékja. Mindenki élvezhesse és érthesse, hogy mi történik.
vettem elektrik charge-ot. Fingom sincs, mire jött, de tettem rá. Elektromos lesz tőle a lövedéked. Jó cucc. Zseniális. Ennél már csak a savas a jobb. Nem tudod, szanasz itt marja a köcsögöket. Tényleg. Lalalalalala. Na végre már. Nem engedte levelni ezt a szatóra. Nem mondok, ott kell maradni a fakok. Levette már akart egy másikat, és akkor nem mondom, bassz meg. Annak ott kell maradni a kabbe. Na. Oké, ajtó nyílik. Még talán itt lesz Wolfram. Ú, igen, van! Haha, találtam, de jó. Oké. Akkor hát, fájl letöltése. Got it. Hey Santos, I'm sending you the decryption key now. I see it. Hold on, I'll apply it to the message. Hide Rosette? Who's she? They must have been trying to hide her from the execution order. Her research could be the key to all of this. But why issue a cleanse order if it would destroy such an important secret? Maybe they panicked. Or maybe they knew something we didn't. Isaac, thanks for looking into this. It could prove very useful. Good to hear. Well, I'm heading back. We've got a long road ahead of us. Isaac out. Főleg, hogy Rosettával később még találkozni is fogunk. Na, kraftolok gyorsan ilyen kallantyút. Mert most már tudok. Na, helyiségeket kaptak. Wolfram forgókar. Jó van. Meg is van. Szólj, ha készen vagy, akkor kinyitjuk az ajtót. Csináltam, hogy én is legyen pluszba, hogy jelentem kell. Na, forgókar telepítve. Megpörgetjük! Nyitva. Na, az ilyen ajtók mögött mindig érdekes felszerelések vannak, mint például craft cuccok. Tudj, ment a spec. Ment a véres isak. Ó, szuper. Szóval ez azt jelenti, hogy megint mehetünk a benchhez vissza. Yeah! Igen. Yeah! Yeah, Minecraft desk. Legjobb. Én átírnak a, szerintem, 50%-et a benchit tudod. Lehet, muszáj basszus. Elvök oda, csak tényleg sincs a minicsá. Jó az. Így a bajom megyek, csak egy zsé. Tedementi spike, ez mi a retek? Nem tudom, mi az, de jó. Tudt. Ja, javelin. Jaj, tényleg az javelin. Ó, bazd meg, tényleg. Csináltam most minigány, minigány javelin. Ú, tényleg. Úristen. Úristen. Miért beteg cuccokat lehet itt csinálni valóban? Távolságmérő tüske, és akkor... Oh, igen! De nem baj, most maradok még a puskánál. Bár, tudok újat készíteni? Ja nem, ez a meglévő fegyvereimről leszedhető cuccok. Aha. Szuper. Super fast. Super... Super good. Én nem sotit vettem föl, hanem soti kraftot vettem föl. Ah. Jó, kraftot, azért beálltam sehogy. Igen, igen, tehát csak tervezet vettél föl, nem magát a fegyvert. A fuck. Mondjuk akkor is neked kéne összerakni. Oh. Na igen, nézzük. Azaz! Ezt csinálta most meg Erik. Az kurva jó. Hát igen, én vagyok a heavy weapon-gel. Nálad van a szendvics? Hát a szassa! Na jó van. Menjünk el akkor a Telenovára. Az egy jó sodat volt. Egy részét sem láttam. Ezért már nézd meg, hogyha oda vagy a szkifiket. Defiance. Ó, azt egy játék mellett csinálták. Egy MMO játék, Defiance. És azzal együtt ment a sorozat is. Igen, aztán előbb volt a sorozat egy éve, de azt jött a játék hölgöm. Hát figyeltek. Na jó, amúgy nagyon faszat. Whee! Oké, akkor vissza az űrhajóra. És akkor menjünk el a Terranovára, és meg tudjuk szerezni a kis craft robotunkat. Jaj, ne, nem akarok oda menni. Ez egy nagyon jó hely. Nem akarok, emlékszem már. A Terranova egy kurva jó hely. Inkább menjünk a Kentuckyba. Kent? Az pont a Terranován van, sajnálom.
Micsában? Tábornok. Pilóta, itt a pilóta ülés. Pilóta ülésbe be akarok szállni, köszönöm. Szólj, ha beszálltál. Nem tudok hátra nézni, sutyó vagyok. Na, CMS Terranova. Hajrá! Meg ízzétek kíváncsi, az új Warhammer. Ajaj, a Dawn of War 3-ra. Úristen, végre tudunk egy kisebb fajta titánokat építeni. Majd beszartam, amikor láttam a gameplayt. Meg van minden rendes bázisépítés nagyjából. Hála jó Istennek! Azt de hiányoltam a Dawn of War 2-ből, nincsen bázisépítés, csak ilyen pontfoglalás, akkor oda lehet egységeket hívni. Olyan hülyeség volt. Igen, az a baj, a hülye játék fejlesztők, ahogy a Company Heroes-nak a motorát használta, és... Elszentettem a Company Heroes, az volt bázisépítés, de mindegy. Igen, abban volt. De én végigvittem ugye a Dawn of War 1-et, és csak jó volt a játék. Nagyon király játék, úristen. A kettőnek nagyon gagy volt a harcrendszer, az a fedezékrendszer, ez boltanos volt. Igen, valóban. Ez nem működött benne. Na, mielőtt tovább rohanunk... Le akarok lesni ide. Aknák vannak. Bár úgyis ki fogunk jönni ide. Na ugye ide fogunk kijutni, amikor a siklót elindítjuk. Viszont itt van egy láda, amit ki tudunk nyitni, Erik. Keresd meg. Pont itt van ezen a nagy roncson itt előttünk, azt hiszem. Érdemes mindent átnézni, mert nem lehetünk bizonyos sokáig. Így van. Ez a Terranova, ez egy bazi nagy tömegmeghajtó hajó volt. Jaj! Fúj! Jaj! Mi jár ez? Hát tudod, ezek köpködik a kis robbanó genyókat. Ja, aztán ki lehet venni. Igen, hogyha kiköpi, akkor el tudod kapni. Na, el kell találni össze. Rohadj meg. Valahol erre van a ládikó. Ja, ott is van egy szembe. Sőt, ketten is vannak. A mocsokok. Az egyik még él. Oké, most döglött meg. Á, megvan a láda! Megtaláltam. Itt van oxigén is. Meg falon lévő felszerelések. Itt is, meg itt is. Ugye az oxigén már nem enne nagyon friss. Jó az. Kicsit finkszagú, de jó az. Na szólj, ha nyithatjuk. Mert... Mondom, mehetne. Hát az agom. Csodálatos. Katonai mag. Ójjaj! 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 A Q-partnered elhagyta a játékot? Mi történt veled, Erik? Idéke. Úgy tudtam, aztán itt álzakadtam. A kurva életbe! De nem ki semmit. Barát meghívás? Meghívlak a játékba? Ezért szakadt be. Azt mondtam, hogy eltönik ez. Megkaptad a meghívót? Nem, Best with 3-6. Ja, értem. Csak fel is késedett. Várjál, akkor mentek, kilépek. Behívlak még egyszer a lobbiba. Szörnyű, bazd meg. Történet utolsó mentéstől folytat. Igen. Igen. Privát játék. Igen, na várja, most foglak meghívni. Ja, szólj, hogy ha elindítottad a játékot. Hát, az meg szörnyű ez a rendszer. Igen, ez a... Jaj. Jó telefon. Origin. Vajon ez az Origin Overly látszódik a videóban? Biztos vagyok benne, hogy igen. Azt hiszem, hogy nem akar jönni a játék. Nem akar elindulni a játék. Hát azt jelenti, hogy el van indulva a játék, de nyilván is nincs. A feladatkezelőben lőtt ki akkor a háttér folyamatok közül, lehet, hogy beragadt a memóriádba. Tehát is, hogy ott nincsen. Aha. Fuck. Ez a Origin talán akkor... Miért mondja ez volt?
Azt hittem, hogy BF-ezek. Azért van benne 600 órán, mert biztosan BF-ezek. Mi? Haha, szívesen is kösz. Esküszöm, csak 400 órán van benne. Isten verje meg ezt a játékot. Ilyen nem a játékében jönnem a hozzá kötelező program. Újraindítom én is a játékot, jobb biztonság kedvéért. És még ezt nem tudom, hogy a még kötelező...